Suntem foarte fericiți că am locuit acolo jos în vale, într-o casă tri-pătri, cu 5 persoane, am fost 3 copii și noi 2 și ne-a fost foarte greu. Dar acum, de când ne-au făcut cășile Maica Tereza, suntem foarte fericiți și le mulțumesc din tot sufletul că ne-au făcut camerele astea și avem. Și acum am stat o persoană, dar 2 s-au dus că cu ajutorul doamna Ilică să trăiască. Ne-au ajutat ca să mai primim încă o casă pentru fata mea și nepoata mea. Asta a însemnat pentru noi că foarte mult ne-au ajutat, că noi am fost foarte coborâți, am avut 7 copii și ei foarte mult ne-au ajutat. N-am avut apă, n-am avut curent, n-am avut condiții. Când am primit căsuțele astea de la Maica Tereza, când am intrat în căș, am avut tot ce a trebuit. Haine, alimente, mobiliare, paturi, perii, de toate. Arra kérem, ha szeretném jobban legyen a gyerekeknek is, utána meg hogy tudjanak járni rendszeresen az iskolába, amúgy, mert még most nagyon nehéz nekik, gyerekeknek is, amúgy legalább azoknak lenne jobb, azt jobban szeretnénk a gyerekeknek. Deci eu acum normal numai 2 copii am gemenis, care mai umblă la școală și în rândul trecut doamna Ileana, așa să spun, a venit cu doamna Cata și ne-a întrebat ce ne lipsește. Ne-au făcut ușile, geamurile care erau sparte s-au ocupat, cu zugrăveala de afară, peste tot. Și spoierul iară ne-au adus, deci ne-au ajutat foarte mult. Sănătate ne dorim și la copii ca să poată și umbli la școală și aibă și viitorul lor și nu fie mai de josași ca și alții. Și că noi n-am avut școală deloc, habar nu am cum să scrie o nume, dar barem copiii mei și fie ceva în viața lor. De reactie van deze mensen geeft mij natuurlijk een heel fijn gevoel dat wij als stichting zijn die hier heel goed werk gedaan hebben en heel goede zaken hebben opgestart. En het geeft elke keer weer een voldoening dat je hier komt en je ziet en je hoort de reactie van de mensen dat het ook tot een resultaat geleid heeft. Ja, in de laatste jaren hebben jullie werkwijze veranderd als Moeder Teresa Stichting. Wat doen jullie nu nog? Wij hebben natuurlijk onze werkzaamheden een klein beetje verlegd, omdat ook de lokale situatie is veranderd, de politiek is veranderd. Wij richten ons niet meer op heel erg woningbouw op dit moment. Wij richten ons meer op het continuïteit van ons werk en proberen via de lokale politiek de werkzaamheden die wij zijn gestart om die voortgezet te krijgen. En wat betekent dat voor de toekomst? Dat betekent voor de toekomst dat wij dus proberen moeten de lokale politiek te kunnen bewegen, samen met de mensen hier, dat ze ons werk voort gaan zetten en hopen dat we kunnen zeggen over een aantal jaren dat ons project helemaal geslaagd is. De Moeder Teresa Stichting spant zich al jaren in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Door de jaren heen zijn er kledingtransporten geweest en op verschillende locaties huisjes gebouwd. Die huisjes worden nu overgedragen aan de lokale overheid, die de inzet van de stichting roemt en dankbaar is. Hoe belangrijk is het project dat de Moeder Teresa Stichting hier gestart is? Azért fontos, mert olyan embereknek segítenek, akiknek saját maguk erejéből nem lenne lehetőségük kitörni ebből a közegből. Azok a települések, ahol munkát végeznek, azoknak nincs forrásuk, hogy ők maguk tudjanak segíteni ezeknek az embereknek, és sajnos nálunk a szociális háló nem olyan fejlett, hogy mindenkire is oda tudjon figyelni, és ezért az a munka, amit elkezdtek és az elmúlt évtizedekben elvégeztek, az kiválója példája annak, hogyha sok jó ember együtt dolgozik, akkor kiváló dolgokat lehet végezni. Hoe kijkt u naar de resultaten die de stichting geboekt heeft tot nu toe? Elég csak kimenni a helyszínre, és azt látjuk, hogy olyan helyzetből kerültek sokkal jobb körülmények közé az emberek, amik megadta a lehetőséget arra, hogy most már saját maguk is akár bővítsék kisebb résszel az épületeket. Valamikor villany nélkül, víz nélkül, semmi nélkül, fűtés nélkül éltek ezek az emberek télen. Most pedig azt látjuk, hogy ma már van többüknek munkahelye, a gyerekek járnak iskolába, még akkor is, hogyha van ezen mit segíteni, de látszik egyfajta fejlődés annak köszönhetően, hogy a körülményeik, a fizikai körülményeik javultak.
Nu wil de Moeder Teresa Stichting de huisjes overdragen aan de mensen, aan de overheid hier in Roemenië. Tegen wat voor problemen lopen zij aan? Jelen pillanatban a bürokráciával küzdünk. A telek és az épületek be kell kerüljenek a telek könyvezési folyamatba. Ezen dolgozunk, és amikor ez sikeresen véghez vittük, szeretnénk tovább dolgozni azokkal, akik akár Hollandiából szeretnének segíteni, akár helyben Európai Uniós forrásokkal, immár azok, akik ott vannak, azokon segíteni, hogy könnyebben találjanak munkát maguknak, és a gyerekeiknek az oktatását minél feljebb toljuk, hisz az volt a jellemző, hogy általában korán elhagyták az iskolát, nagyon sokan, akik nem kerültek még a rendszerbe. Most már ott tartunk, hogy talán a 8 osztályt lezárják. Nekünk az a célunk, hogy szakmát adjunk a gyerekek kezébe, hogy azt, amit jelen pillanatban ameddig eljutottak, azt közösen tovább tudjuk vinni. Op twee locaties is die overdracht al gelukt. Welke twee locaties is dat? Ez a két település Bihar és Félegyháza, Bihar Félegyháza, ahol már megoldottuk, és nagyon előre haladott állapotban vagyunk másik két területen, Szalárd és Szentjobb, és két településnek a dokumentációi megvannak, azok most kerülnek leadásra, ez Székelyhíd és Paptamási. Hoe belangrijk vindt u dat de stichting vanuit Nederland betrokken blijft? Nagyon fontosnak tartom, hisz egy olyan tapasztalattal érkeznek, és másfajta szemlélettel, mint amit mi itt ki tudunk alakítani, hisz mi ezekkel a problémákkal együtt élünk, és úgy látszik, hogy eddig nagyon sokszor nem tudtuk meg ezeket megoldani, és nagyon jól jön egy külső segítség, akkor, amikor azt látják, ez egy belső motiváció azoknak az embereknek is, akik itt akarnak tenni valakit. Hogyha valaki több száz, több akár ezer kilométerről segít egy itteni probléma megoldásának, az mindig motiváció helyben is valakinek, hogy ő is vállaljon többet. És ez a példa az, amit a Teréz Anya Alapítvány alapítói is, munkatársai is adnak, ez mind, hogy úgy mondjam, katalizátorként hat arra, hogy a helyi erők is megmozduljanak. Als een vogel wil ik vliegen, over land en over zee, over dromen en verlangens, kom ga je met me mee. Je vleugels over onrecht en geweld. Blijf hopen en geloven. Dat is het enige wat telt. Kom
ziet de wereld in jouw dromen. Vol geluk en harmonie. Maar de werkelijkheid beweegt ons. Ze haalt ons uit die fantasie. Sluit nu je ogen en ga mee. Sluit nu je ogen en ga mee. En laat ons vliegen. De Teresa Stichting heeft door de jaren heen verschillende acties gehouden om geld en goederen in te zamelen. Het initiatief voor de stichting is genomen door Ingo en Mimi Meuleman. Het is begonnen in Roemenië ooit met een vakantie. Toen waren we voor het eerst achter het ijzeren gordijn. En toen probeerden het personeel en de mensen die daar werkten contact met ons op te nemen. Van, hebben jullie nog iets voor ons, voor kleding of voor mijn dochter gaat trouwen of... ik heb schoenen nodig en nou, van alles en nog wat werd er gevraagd, stiekem dan, hè, want dat mocht niet. Want er stonden strenge straffen op voor de mensen die daar woonden dan. En, maar we hebben nog gewoon onze koffers en alles achtergelaten en zijn we weer naar huis gegaan. Toen dachten we, toen we thuis kwamen, jongen, wat is er aan de hand? We hadden geen idee van hoe de mensen daar leefden en... wat voor omstandigheden en de strenge controles van de securitaten of zoiets heette die geloof ik toe. We dachten, hoe kan dat in Europa mensen zo nog wonen? En de mensen die daar woonden waren ook heel veel zigeuners eigenlijk. En die waren sowieso in de minderheid. Die werden ook als oud vuil behandeld, zeg maar, door de staat. Ze waren ze liever kwijt als ze in Roemenië woonden, zeg maar. Die hadden ook geen inkomen. Ze hadden geen werk. Nou, thuisgekomen dachten we van, wat kunnen we hier aan doen? Naar Roemenië zal niet lukken. Maar toen kwam een Hongaars koor op ons pad. Die waren te gast in Nederland. En samen met het mannenkoor werd er gezongen, ons mannenkoor. En toen kwamen we aan het praten met een mevrouw. Die zei van, die vertelde ons hoe het in Hongarije eigenlijk was. En vooral de Hongaarse enclave in Roemenië. Want van vroeger was dat Hongarije. Maar dat een heel stuk strook is toen later bij Roemenië gekomen. Na een oorlog of zoiets geloof ik. En... toen zei ze van, of we niet een keertje naar Roemenië wilden gaan voor hulptransport. We vertelden toen dat we daar in Roemenië waren geweest en spulletjes achter hadden gelaten. En zo gezegd, zo gedaan. Dus we zijn toen naar Roemenië geweest met een hulptransport, samen met die mevrouw. Nagyon régen ismerem az alapítvány tevékenységét, sőt 2003 előtt Csatár településen polgármester voltam, és ott ismertem meg a kedves családot, akik létrehozták ezt az alapítványt itt Nagyváradon. Wat dacht u toen Ingo en Mimi bij u kwamen? Két nagyszerű embert, s rajtuk keresztül több nagyszerű embert ismertem meg, akik segítő szándékkal jöttek a 90-es évek elején Romániába, a településünkre, a hétfalus, akkor még hétfalus települést, minden egyes lakóján segíteni akartak. Had u er toen al geloof in dat het een langlopend project zou worden?
Reménykedtem ebben a barátságban, és az ő segítőkészségükben, de nem gondoltam, hogy ilyen terjedelmes projekté válik. Heeft het veel verschil gemaakt voor de kinderen, voor de mensen hier? Valószínű, hogyha ellátogatnak a holnapi nap folyamán néhány településre, kevés ember az, aki ne áldaná ezt a munkát, és nem mondaná hálát Istennek, hogy részesei lehetnek ennek a programnak. En als ik aan u vraag hoe de toekomst eruit ziet, hoe is dat dan? Nagyon sok változásra van szükség mentalitás szempontjából, mert sajnos az én tapasztalatom az, hogy 89 előtt az emberek máshogy álltak a munkához, mint napjainkban. Én gyümölcsözőnek találom a kollaborálást, az együttműködést, és feltétlenül a gyerekekre gondolok ebből a szempontból, hiszen ők azok, akiket nevelhetünk, nevelni kell, és föl kell készíteni őket a társadalomba való beilleszkedésre. U noemde de samenwerking tussen de stichtingen. Hoe gaat dat in zijn algemeenheid? Itt megint csak a gyermekekre vonatkoztatom legfőbbképpen, mert a segítségnyújtás a felnőttek számára nem mindig hozza meg a gyümölcsöt. Sajnos nagyon sok sérült gyermek van ezekben a lakásokban. Ezekre a sérült gyerekekre mindenféleképpen oda kell figyelni. Nem csak iskoláztatás szempontjából, hanem egészségügyileg is, és szerintem erre, legalábbis ami engem illet, és a kollégáimat, erre szeretnék központosítani a jövőben. Dit hier is de waterput waar ons verhaal in Roemenië is begonnen. Dit is de eerste project waar wij hier uitgevoerd hebben op grotere schaal in de plaats Citario waar we nu zijn. En hier staan vijf woningjes gebouwd door de Moeder Teresa Stichting. En deze woningen worden nu overgenomen door de lokale overheid. En dat is in een heel vergevorderd stadium. In principe is dit rond hier. Én úgy gondolom, hogy tovább tudnám vinni ezt a projektet, tovább is szeretném vinni, úgy mind a község vezetője a polgármester, hiszen ezekről a családokról, mint polgármesternek és mint községnek mi kell gondoskodjunk, és ezért szeretném ezt az egészet, és ezért is indítottuk ezt a procedurát, hogy ez működjön továbbra is. Het gaat om vijf huisjes in uw gemeente. Hoe groot is het probleem van die vijf huisjes binnen de gemeenschap? Hát problémák vannak, először is kell ismerni minden családot külön-külön. Ezeket a problémákat csak akkor tudom átvenni az egészet, amikor tényleg átvettem a házat is, és akkor minden családot ellenőrizni kell, analizálni kell, hogy milyen probléma küszködik gyerekek, felnőttek szempontjában, hányan laknak abban a házban, ki van benne, és akkor onnantól kezdve tudja elkezdeni az ember a projektet tovább folytatni. Igen, én a Májka Teréza alapítványt ismerem már nagyon régóta, igaz nem úgy, mint vezető polgármester, de amióta ide kerültek a községünkbe, azóta ismerem őket. Figyeltem a munkálataikat, figyeltem, hogy mit csináltak, és én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és nagyon fontos egy része annak, hogy ezt a projektet együtt lehessen továbbvinni. Naast alle dingen die jullie in Roemenië gedaan hebben, het bouwen van huisjes, het inrichten van huisjes, heeft de Moeder Teresa Stichting ook twee winkels gehad. Wat is het verhaal achter die twee winkels precies? Die winkels waren natuurlijk in het verleden heel erg belangrijk voor het genereren van inkomsten. De winkels hebben in het verleden heel veel geld opgebracht. Maar in de loop van de tijd is de behoefte aan dat soort winkels weggezakt door onder andere de opkomst van de webshops en steeds meer tweedehands winkels die overal kwamen. Dus het werd voor ons steeds moeilijker om in de winkels nog winst te genereren. En daarom hebben wij helaas moeten besluiten om de winkels te sluiten. Hát sajnos bezártunk egy éve, nagyon sajnálja mindenki, te majd fordítod, ahogy tudod. Nagy segítség volt ez az embereknek, úgy a városban, mint a falukban, a szociális házakban, és nem csak a szociális házakban, mert nem telt el úgy nap, hogy valaki ne jöjjön be valamilyen segítségére a fundációhoz. Nu ben je net nog in de winkel wezen kijken, de winkel in Oranje. Wat doet dat jou? Ja, het is best een leeg gevoel dat je in een lege ruimte komt. Kijk, ik ben natuurlijk in het begin ook geweest toen de ruimte ook leeg was. Toen gingen we hem opbouwen. Ik heb verschillende keren gezien hoe enthousiast hier door de lokale bevolking werd gewinkeld. Hoeveel gebruik ervan gemaakt is. En dan is het best zeer om te zien dat het nou in één keer niet meer is. U bent nu in Barneveld. In de winkel van Stichting TOF. En die winkel heeft eigenlijk als slogan hulp waar nodig. Wij zijn een winkel waar je kunt kopen zonder geld. En dat is best wel uniek.
Ja, en hoe zit dat precies in elkaar? Mensen die krijgen een pasje uitgereikt door instanties hier in Barneveld. Die pasjes hebben wij laten drukken, die zijn door ons uitgegeven. Ze komen met zo'n pasje hier in de winkel. Ze leveren het pasje weer in en dan weten wij dat ze tot minima behoren of vluchteling zijn. Op dat moment krijgen ze van onze stempelkaart waar ze 3 kledingstukken gratis mogen uitzoeken. En de eerste 14 dagen mogen ze daar niet meer terugkomen. Daar kom ik een datum op te staan op het pasje of op de stempelkaart die ze dan krijgen. Om te controleren dat er niet onrechtmatig spullen de winkel uitgaat. Want alles is hier gratis. We zijn er echt voor begonnen als kledingwinkel voor de Oekraïners die in Nederland kwamen en eigenlijk geen kleding hadden. En hebben uitgebreid naar alle vluchtelingen, maar ook uitgebreid naar de minima in Nederland die het gewoon niet meer kunnen betalen. Maar wel allemaal gecontroleerd. En u heeft ook een project in Roemenië? Ja, dat klopt. Wij zijn nu 25 jaar actief in Roemenië. En in Roemenië op dit moment voorzien we 3 projecten van kleding. En daar worden ze onder leiding van Nederlandse echtparen of Nederlands sprekende echtparen mensen worden ze uitgedeeld aan de allerarmsten. En die doen daar heel veel moois in hun omgeving. Hoe bent u in aanraking gekomen met de Moeder Teresa Stichting? Via onze vrienden in Roemenië, Kees en Thea Oudenalle van Stichting Antipas. Die vertelden mij dat er nog in Ulft kledingrekken waren die hun graag wilden hebben voor hun winkel. Dus zodoende ben ik naar Ulft toegereden om die kledingrekken waar u nu achter tegenaan kijkt. Die zijn naar Roemenië geweest en toen weer terug hier naartoe gekomen. Dus ze hebben al een hele reis tussendoor achter de rug. En toen kwamen we ook in gesprek met Moeder Teresa. En die bleek dat ze met hun winkel gingen stoppen. Of dat die winkel dichtging. En ja, wij hadden een behoorlijke afzetmarkt en ervaring in 25 jaar Roemenië. Dat wij wel een mogelijkheid zagen om daaronder de alarms uit te kunnen delen. Dat was een win-win situatie voor u? Dat was een win-win situatie. En hoe ziet die samenwerking er op dit moment uit? Ik heb eigenlijk steeds contact met Jan Wenting. Soms heb ik vragen, waar specifiek ook in de Roemenië of in de Oekraïne. Dat is nog even niet aan bod gekomen. Maar ook in de Oekraïne hebben we inmiddels een winkel ingericht. In Tsjernovits, een plaats richting Roemenië, Moldavië. En met overleg met Jan Wenting en elke keer als daar weer heel veel staat, worden wij gebeld en bijna altijd gaan mijn vrouw en ik, mevrouw Willy en ik, gaan daar naar Ulft toe. En dan laden we daar de auto weer vol. Soms de vrachtwagen, soms een bus met de aanhanger, al gelang de staat in Ulft. En dat brengen we hier naartoe en dat verdelen wij hier naar de winkel toe, waar het nodig is. En ook gaan we naar onze opslag voor transport naar Roemenië, Roemenië-Oekraïne. Hoe belangrijk zijn initiatieven als dit? Ja, dit is heel belangrijk. We zien hier ook met name in de winkel ook dat we echt aan een behoefte voorzien. Als we zien hoeveel bezoeken dat wij per dag hebben en hoeveel dat er gebruik gemaakt wordt van ons initiatief, is dat enorm hier in Barneveld. Dus wij vinden het eigenlijk mooi dat we niet alleen hulp verlenen over de grens in Roemenië, wat ook heel belangrijk is en wat ook ons hart heeft, het is ons tweede vaderland. Tegelijkertijd hulp verlenen in de Oekraïne. Daar hebben we inmiddels nu 17 vrachtwagens vol naartoe gezonden naar de Oekraïne met kleding en eten en drinken. Maar tegelijkertijd dat we in onze eigen plaats ook voor de mensen er mogen zijn die het niet kunnen betalen en niet hebben. Want dat is een besliste voorwaarde om hier te mogen komen in deze winkel. Is it the dark? Is it the light? Is it the day or night? Carries the weight of heaven, and can I say to you, could you say to me, I've given and I have forgiven, it's hard to be a son and hard to be a dad, hard to be sane, and it's hard to be man.
gaan. Naast de Gelderse Stichting is er ook een stichting in Roemenië. Robert Keuver is daar bestuurslid. Hij is ook kinderpsycholoog. En hij vertelt hoe belangrijk de projecten voor de kinderen zijn. Als ik vraag naar de resultaten van de projecten van de Moeder Teresa Stichting, dan krijg ik steeds een antwoord dat gaat over kinderen. Welke rol heeft de hulp voor de kinderen hier gespeeld? Het is belangrijk dat je met de kinderen in de samenleving bent, omdat je met mij niet kunt vallen. Dat is het. Másképpen nézve, amikor én a Teresa alapítványjal találkoztam, akkor átnéztem bizonyos folyóiratokat, amit persze az alapítvány, Teresa alapítvány elékészített éveken keresztül minden településről, amikor ők építették ezeket a házakat. És ha megnézzük a fényképeket, akkor nagyon sok gyermek van. És azok a gyermekek az első fényképekben, amikor még ezek a házak nem léteztek, akkor nem a legkellemesebb képeket, amit láttam én az életemben voltak. És utólag láttam mosolyt, úgyhogy ez már gondolom, hogy benne van a válasz. Nagyon fontosnak minősíti, mert jövőről van szó, és ottan lehet dolgozni. És mi gondoltam, hogy ha történelmet nézzük, akkor azokat a társadalmakat, ahol felidézzük, hogy tényleg a gyermekekbe és a jövőbe fektettek be, akkor látjuk az eredményeket is. Sokkal erőlebb haladottabbak, mint például ottal nem foglalkoztak annyira ezzel a kérdéssel. Mindenképpen erről van szó. Mi 20 éves munkáról beszélünk, ami onnan indult, hogy alapokat tettek le, nem csak házaknak, hanem a családoknak a jövőkre, és persze, hát ezek az alapokat, ha nem viszük tovább, és nem tartjuk életben, akkor ezek sajnos tönkre mennek, úgyhogy mindenképpen erről van szó. Az alapokat továbbítani, és lehet bővíteni. Itten beszélek mindenképpen nem csak a gyermekekkel, de persze a családoknak, a gyermek a családban nő fel. És a gyermeknek a hely a családban van, nem más intézményekben, úgyhogy amelyben lehet, ezeket a projekteket úgy is látom, hogy megakadályozak annak a szituációknak, kellemetlen szituációnak a kivitelezésre, ahol arról beszélünk, hogy a gyermek sajnos ki kell kerülni a családba, mert a családnak nincs, ahol biztosítja az ő jövőjét. En welke rol zouden instanties en politici in Roemenië zelf daarin kunnen spelen? Románia sok lépést tett ebben az irányban. Végül is, ha megnézzük, hogy milyen körülmények között laktak ezek a gyermekek 90-es évek elején, ahol például a gyermekvédelemben voltak, és megfigyeljük, hogy most milyen politikákat vezet ez az ország, akkor látjuk valójában ezeket a különbségeket. Persze itten a törvény is közreműködött, mivel politikáról beszélt, a politikusok csinálják a törvényeket, és próbáljunk csatlakozni az Európai Uniós politikához, amit azt jelenti, hogy persze, fontos a gyermeknek iránti foglalkozás, és fontos mindent megtenni, hogy az a gyermek mindenképpen úgy fejlődjön, amennyire a képessége neki tudja biztosítani a családjában. We hebben ook niet alleen de huisjes, maar we hebben ook alleen de onderwijs en de scholen en de voorzien van meubilair. Dus we hebben ziekenhuizen, kinderthuizen, we hebben klinieken, we hebben een dokterspraktijk ingericht, we hebben de dorpse dokters, ieder dorp had een medische post en we hebben die helemaal ingericht en voorzien van instrumenten. En wat zou het betekenen als de steun uit Nederland wegvalt? Mindenhol, amikor valami támogatás megszűnik, akkor ott gondok okozódnak. Szóval nem, úgy gondolom, nem szeretnék függőek lenni a holland támogatásról, de persze minden támogatás jónak jön. Nem tudok jós lenni, hogy megmondjam, mi történik, ha nem lesz ez a holland támogatás. Annak tudok örülni, hogy lesz holland támogatás továbbra is. Nem vagyok jós, hogy ezt mondjam, hogy mi történik. Sajnos. Wat heeft het voor u betekend dat u een woning van de Moeder Teresa Stichting heeft gekregen? Hát ez egy kicsit furcsa kérdés, de viszont egyben nagyon jó kérdés, mert a mi számunkra erre a roma lakosára ez egy isteni áldás a mi számunkra,
mert a Románia népje közt el voltunk veszve. Tudják, hogy honnan jöttünk, egy nehéz világból. Nagyon gyengén voltunk felkészülve mindenbe, nagyon sok hiányt vittünk mindenbe. Ezt meg tudjuk mutatni, szinte nem messzire van ide mi hozzánk, és nagyon hálások vagyunk azért, amiért a fundáció miértünk tett. Nem tudjuk, kinek kell ezt megköszönni, de köszönjük a Jóistennek is. Köszönjük, hogy a mai napon más képeket lehet látni, csinálni, de ez nem mindig így volt. Mostan nagyon szépen megköszönjük, mert azért is mondta valaki a világban, hogyha tető van feletted, akkor az eső és a szél nem bánt. 1000 millió áldást, és nagyon szépen köszönjük ezt a nagy segítséget, mert nekünk Románia nem segített volna ilyen képen. Mi azt hiszük, hogy a Jóisten adta ezt a mi számunkra, és köszönjük mindazoknak, aki innen megkezdte ezt a nagy munkát, és az utolsó embernek, mert hiszem, nékem, az én házom itten az én nevemen van, és ezt tett egy öreg néni adta a pénzt rá Hollandiából, aki nyugdíjas. Szavak nincsenek. Mindenért hálás vagyok, és köszönöm a népemnek a nevébe is. Hát, nagyon szegény világban éltünk, még nem kaptuk meg a házakat. De mivel jött ez a hír, hogy építeni fognak a szalárdi lakosoknak, ez már nagy öröm volt mi számunkra. De hittünk is volna benne, meg nem is. De sokszor ilyen az embernek a hite, mint a hullámvíz az életbe. Mikor láttuk a dolgokat, hogy helyre fognak állni, és készítették a helye, személyesen itt voltam én is, és megkezdtük az első mérést, akkor már tudtam, hogy igen, fog létezni valami. U en uw broer hebben veel aan de huizen gedaan. Bent u trots op wat u bereikt heeft? Hát, amióta a házak megépültek, és az életünk jobb lett, a fundáció által, mind csak ezáltal, mert nem tudnék más mondani, és ez az igazság. Nyíltak munkahelyek is nálunk a Szalár környékébe, és aki el tud helyezkedni, bár mindegyik arra törekszik, hogy menjen, ahogy tud, és ahol be tud helyezkedni, Guba úrnál általában ott dolgoznak, itten a testvéreink. És amennyi a kereset után, ha bár tudjuk, hogy problémák jönnek, mindig is vannak, sokszor nem tudjuk arra tenni, ami kéne a pénzt. De amennyibe tudtunk, mindegyik törekedett, épített mellette. Mert egy kis konyha az nagyon jól jött. Hát, meg hogy örülünk-e neki, szavak nincsenek. Nincsenek szavak. Hogy ne örülnünk, mikor ennyi ház épült? Ezt még nem is gondoltuk volna az életbe. Nagyon szépen megköszönjük. Köszönjük egy a Szfáti elnöknek is, hogy kiadták ezt a helyet. Dat iemand zoiets zegt, van, ja. Door de hulp vanuit Ulft, door de hulp van de Moeder Teresa Stichting, heb ik mijn kinderen een ander leven kunnen geven. Ja, ja, ja. Wat doet u dat? Ja, dat doet er natuurlijk heel veel. Dat doet heel veel. Ik wilde ook niet te veel bij instaan, want wij vonden dat normaal. We vonden normaal als stichting zijn om hulp te bieden. En niet dat de mensen zeiden, oh, dankjewel, of werd wel gedaan hoor. En, maar daar deden we het eigenlijk niet voor. We deden het gewoon voor, het is je medemens. En, sorry. wij zagen ze gewoon als mensen, mensen zoals wij ook. En of je nou zigeuner bent, of katholiek, of protestant, of wat dan ook. En vooral de kinderen,
dat gun je toch niemand. Dat de kinderen in de modder rondkruipen en met 6 man in een bedje liggen. En de, dus de motivatie, als je daar een keer geweest was, dan zei je, Annekas, ik moet wat doen. Wel zo. Ingo en Mimi Meuleman hadden een droom. Leo, heb je het gevoel dat nu je hier staat, dat die droom is uitgekomen? Nou, die droom moet natuurlijk nog helemaal uitkomen. Hij is op de goede weg. Wij hadden natuurlijk als stichting zijn, dus hebben wij aangehaakt aan de droom die Ingo en Mimi hadden voor dit project. En we zijn heel ver op de goede weg. En we hopen natuurlijk in de toekomst te beleven dat het echt helemaal zo wordt als wij hebben gehoopt. Nu is het 2022. Als u nou zou mogen dromen over de toekomst, hoe zou de toekomst er in Roemenië over 20 jaar uit moeten zien wat u betreft? Nou, wij hopen dat we over 20 jaar geen hulp meer hoeven te verlenen. Wat is er gebeurd in Roemenië? Wij komen daar nu 25 jaar. 25 jaar terug waren ook de grote steden in diepe armoede. Wegen waren slecht, waren meer gaten als wegen. In 25 jaar hebben we in Roemenië toch een enorme ontwikkeling gezien. En met name eigenlijk in de grote steden. Waarom? Buiten de grote steden zijn allemaal industrieterreinen ontstaan. Dus de mensen hebben werk, hebben geld, mogelijkheden. Dus wij richten ons ook absoluut niet op de grote steden. Maar echt werkelijk daarbuiten in de streken waar het echt nodig is. Waar de armoede nog voelbaar aanwezig is. Dus we hopen ook dat die economische vooruitgang ook zich uit mag spreiden over heel Roemenië. Dat onze hulp niet meer nodig is. Dat zou onze wens zijn. Én úgy gondolom, ha normális úton halad tovább, és normális módon van foglalkozva házakkal, akkor ha az egy gyerek kinő ebből házból, 10 év múlva, 20 év múlva az ő gyereke már csatlakozik a mi kommunitásunkhoz is. 25 év távlatában azt szeretném, hogy ha azok a gyerekek, akik itt most laknak, azok szakmával rendelkezzenek, családdal rendelkezenek, és nem külön a falutól, hanem bent a faluban mindegyik tudjon vásárolni magának egy lakást, és tudjon integrálódni, annak köszönhetően, hogy ők maguk is tudtak változtatni a saját sorsukon. Én úgy látom ezt a dolgot, hogy most azoknak az embereknek, akiknek mi átadjuk ezt a fundációt, azok sokkal többet fognak tudni segíteni rajtuk, már a gyerekikre gondolok, és kikerülnek abból a házból, munkahelyet találnak maguknak, és saját házat építenek. This is a song to all the people we've lost along the way. A song for all broken hearted who have to deal with pain. And for all the ones who've lost their light. I feel the room of darkness, believe in me. Believe in you, faith will be your guidance. Together we're strong, we gotta hold on. We build an army, fight together, never be alone again. Cause together we are strong. The walls around you, they get closer every day. If all you feel is misery and don't know how to break away, remember that we are survivors and have an unknown strength. If you are willing to listen, hope will come your way. Together we're strong, we gotta hold. Together.